Na helló, srácok! Ma bemutatok nektek egy remekbe szabott műszert, amit azért vettem, hogy kíváncsiságból megmérjem a Simpsonnak a kompresszióját. Mutatom először a képet. Látjátok, hogy mi van a képen. Mutatom a feliratot. Ez itt egy racsnis menetvágó készlet. Gondolom mindenki látott már racsnis menetvágó készletet, de ha nem racsnisot, csak sima menetvágót, hát nem így néz ki, meg nincs óra hozzá, meg nincs semmi más. Már ennek gyanúsnak kellett volna lennie. Ugye láthatjuk, hogy nem is az van benne. Szándékosan nem nulláztam le a mérőt. Picit több mint 3 bárt mutat. Az imént mértem bele meg a motort, egyébként tökéletesen pöszre indul, jó erő van benne. A műszer mégis 3 bárt mutat. Hát ugye 3 bárral el sem kéne, hogy induljon, 10 fölött jó egy motor. Hát, 2 helyen árulták ezt a piacon, egyik helyen 8 felett kértek érte, a másik helyen 5000-et. 4-ért hoztam el. Hát, mit mondjak? 4-et sem ér. Szóval most nem tudom igazából, hogy az óra, talán az óra jó, mert kompresszorral ráengedtem, és ami a kompresszoron 8 bar, az itt is 8 bar, és az érdekessége az a dolognak, hogy ezzel a csővel mérve 3 fölötti értéket mutat, ezzel viszont közel 9 bár, ami már majdnem jó, szóval azt még úgy el is tudom hinni, hogy 9 bár van benne, bár valamennyi mellé megy, ugye ezt oda kell szorítani, egyedül mértem, akár még a 10 meg is lehetne, csak hogy valaki mondja el, hogy akkor ebbe a csőbe mi a keresztmetszet, vagy mi lehet a probléma. Hát igazából ez a keresztmetszet, igazából talán a cső ezen végén van az a furat, az lehet a problematika trágya. Habár az a furat, azt szerintem, hát, mint ennek a csőnek a vége, de ez egy gumi, ezt le lehet róla venni. Valószínű, hogy a keresztmetszetben lesznek a problémák, mert hogy az a furat, azt szerintem annyira leszűkíti a keresztmetszetet, hogy nem tud rajta elegendő levegő átmenni, és ezért ez a hatalmas mértékű csökkenés, ugye látszik, hogy itt is elég kicsi a furat, és amint ez a cső rajta van, nem tudok vele normális értéket mérni ezzel az eszközzel, meg ha ráengedem a kompresszort, akkor ugyanaz. Na mindegy, ez csak mint érdekesség, inkább ezt a részét le is szarom, mert mit tudom, 4000 forint volt az egész, szóval el lehet engedni a dolgot. Inkább csak ez az érdekesség, hogy rajta van a kép, meg rajta van minden, szóval hogy idáig eljutott a szerző, de hát mi az, hogy racsnis menetvágó. Figyelj, angolul meg Diamond Cup Grinding Wheel, 125 mm. Várjatok már, bazd meg! Gyémánt kúpos csiszoló tárcsa. Most mi a fasz van? Van ebben racsnis menetvágó készlet is, meg gyémánt kúpos csiszoló tárcsa, vagy mi a fasz? Édes Istenem! Na jó! El kell engedni.